Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit a címből és a háttérből is láthattok, hogy egy egyszínű smink videó lesz. Nagyon vártátok, nagyon el vagyok velük maradva, de megígérem, hogy rövid időn belül be fogom fejezni, és minden elmaradt színt be fogok pótolni. A mai színünk a zöld lesz. Nem értem egyébként, hogy miért nem csináltam még meg eddig a zöldet, mert kifejezetten szeretem a zöld színt, sminkben meg még inkább. Úgyhogy a mai színünk a zöld lesz, és amikor ti ezt a videót nézitek, akkor nekem már nagyon szép, frissen festett hajam lesz, és nem ilyen lelapult, ja. Kicsit közelebb megyek, és megmutatom, hogy miket fogunk használni. Hoztam ki rengeteg palettát, nem gondoltam, hogy ennyi palettámba van zöld szín. Természetesen kihoztam a Conspiracy palettámat, amiben van ez a nagyon-nagyon szép halvány csillogós zöld, és van benne ez a fenyőzöld. Egyértelműen kihagyhatatlan paletta a mai játékból a James Charles palettám, amiben természetesen ez az alsó sarok, leginkább ez az alsó három szín. Egyébként ez is zöld, de van nagyon sok más opcióm, úgyhogy valószínű, hogy ezt ki fogom hagyni, de ez a három szín fontos szerepet fog játszani a mai sminkben. A biztonság kedvéért kihoztam ezt a Sephora-s palettát. Ez egy gyönyörű zöld, ebbe csak a csillámzöld, szerintem ez nem is igazán látszik, talán így, de azt hiszem, hogy ezt is ki fogjuk most hagyni. Szeretem, ha vannak opcióim, úgyhogy felkészültem mindenre. Itt van nekünk a pindur-panduros palettákból a csuporkás, és van itt nekem három darab karajás paletta, amiben szintén vannak zöld színek, nagyon különböző zöld színek, de vannak. És lehet, hogy meg fogtok rám haragudni, remélem, hogy nem, de a rúzsom nem lesz zöld, ugyanis szeretnék egy nagyon szép sminket csinálni, ha már ennyi opcióm van szemhéjpúdertéren, és szeretném, hogyha ez tényleg egy nagyon szép sminkre jön neki, úgyhogy egy gyönyörű nótszájat tervezek hozzá, de szerintem kezdjük el a sminket, és lássuk, hogy mit tudunk összehozni. Mindenki van ide elém terítve. Még nem tudom, hogy mi lesz az alap, tehát azt nem tudom, hogy hogy fogom elkezdeni, viszont abba biztos vagyok, hogy egy cut crease-t fogok csinálni, vagy valami cut crease-nek tűnő dolgot, de az biztos, hogy a P. Louis base-szel fogok kezdeni. Kinyomtam egy keveset a kezemre, és ecsettel fogom felvinni a szemhéjamra. Nagyon különböző lehetőségeink vannak, és három olyan matt szín van, amit az alapomhoz elképzelek igazából. Az egyik az ez a kicsit lájmosabb zöld, van ez a gőzöm nincs, hogy milyen zöld, és a James Charles palettából, nagyon nagy, úgyhogy nem emelem fel, mert rá van pakolva, de a legvilágosabb zöld. És igazából ezzel a három színnel fogok egy bázist csinálni az egésznek. A lime zölddel fogok kezdeni, amit szépen elkezdek felütögetni, és egy nagyon picit, remélem nem takarok, elkezdem elsatírozni, és igazából ezt a színt fogom transition shade-nek használni, tehát ez fog felelni azért, hogy a többi színt szépen el tudjam dolgozni. Kellene már egyszer próbálnom, hogy a szememet csinálom először és utána az alapozómat, de annyira nem érzem, egyáltalán egy kicsit sem szeretem előbb csinálni a szemem és a szemöldököm. Valahogy mindig, amikor először szeretném a szemöldököm megcsinálni, vagy nem szeretnék alapozót feltenni, olyan szörnyű lesz a szemöldököm, hogy elmondani nem lehet, úgyhogy valamiért nem érzem. Következő színnek következő, szóval a James Charles palettából veszem fel ezt a zöldet. Nincs fókusz, tehát nem látjátok. Egy picit lentebb
elkezdem összedolgozni. Soha még csak kipróbálni se nyúltam bele ebbe a színbe. Úgyhogy first impression. Amúgy szép. És akkor a lámzöldünk igazából eddig volt látható, teljesen eltüntettem. Először nagyon halványan megyek át rajta, utána pedig majd elkezdem egy kicsit koncentráltabban is felrakosgatni. Hónap végén lesz egy nagyon izgi videóm nektek. Nem szeretném elspoilerezni, de hát bár mondjuk valószínű, hogy február elején fog kimenni, mert mire megvágom meg minden. De nagyon izgi. Ja, Istenem! Kedvenc ecsetemet veszem elő. Kylie Cosmetics-es ecset, és nincsen száma, nincsen rajta semmi, csak annyi, hogy Kínába készült. És az biztos, hogy a Peach palettához volt, azt hiszem. Igen, és ez a kedvenc ecsetem. Pont akkora méret, amit nagyon-nagyon szeretek, és pont olyan forma, amit a szemformámhoz nagyon szeretek. Már most látszik a különbség a két szemem közt. Jöhet ugyanez a menet a másik szememen is, és utána folytatjuk. Akármilyen ecsethez nyúlok, minden fekete. Nem hiszem el. Következő színnek az egyel zöldebb zöldet veszem fel a James Charles palettából, és elkezdek vele igazából árnyékot csinálni, és egy tényleg mélyítő vonalat csinálni a szememnek. Igazából itt ezt a vonalat elkezdem mélyítgetni, és ezután fog az következni, hogy megcsinálom magát a cut crease-t, ami nem teljes cut crease lesz, megint csak egy felet fogok csinálni, és utána jöhet az árnyékolás. És ugye itt elég, hogyha felfele dolgozom el, mert alul ugye el lesz vágva, legalábbis itt. Külső részénél pedig bele lesz dolgozva egy sötétebb színbe. Tehát a lényeg az, hogy felfele legyen dolgozva. Valami ilyesmi lehetne jobb. Sokkal. De azt hiszem, hogy megoldható. Tudjátok, másik oldal, és folytatjuk. Én nem tudom, hogy van ezekkel az egyszínű sminkekkel, de valahogy mindig van a fejembe egy ilyen összkép, hogy hogy fogok kinézni, hogyha megcsinálom. És eddig még egyszer se jött össze. Miért kell mindegyiknél ilyen szörnyen kinézni? Tehát... Valahogy sose sikerül az, hogy 100%-osan elégedett legyek minden lépéssel, és mindig minden úgy tűnjön, mintha el lenne satírozva, pedig esküszöm el van. Fókuszálj! Azt hiszem, amúgy messziről nem látszik, de ez itt amúgy szerintem tök jól el van satírozva, legalábbis élőben úgy néz ki. Folytassuk, és majd a végén inkább megítéljük, hogy mi a helyzet. Ugyanúgy, mint az elején, a P. Louise Pace-szel meg fogom csinálni magát a cut crease-t, fél cut crease-t. Jéj, egyik oldal megvan. És még csak 20 év telt el. Ezután pedig, hogy hagytam egy kicsit száradni, el fogom kezdeni felpakolgatni a csillámos dolgokat, de egy kicsit túl sok van, úgyhogy még nem vagyok benne biztos, hogy mit fogok csinálni, de mivel itt a szemhéjamon egy vízszintes átmenet van, ide szeretnék függőlegeset csinálni, és azt hiszem egyébként, hogy van hozzá elég színárnyalatom, és itt ezen a részen pedig
a függőlegesből át fog váltani vízszintesbe. Vagyis ez van a fejemben, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e ezt megcsinálni. Először is a legvilágosabb zölddel fogok kezdeni, amit mondjuk megnézek a kezemben, hogy hogy néz neki. Szóval ez a két szín az, ez a Jeffrey's, ez pedig a karajás. És őszintén megmondom, hogy nem sok különbséget látok a kettő közt. Fókusz. Úgyhogy lehet, hogy a Jeffrey-ssel fogom csinálni, mert az egy kicsit jobban csillog, de közben kellene nekem több szín belőle. Na mindegy, majd meglátjuk. Kezdjük a bulit. Ezt legbelőre kezdem el lerakosgatni. Ez szép, ez jó lesz. Itt egy nagyon kicsi átmenetet csinálok, és lépek majd tovább a következő színre. Ez szerintem kellőképpen világos. A következő egyértelműen a pindúr-pandúros kell, hogy legyen. Azért teszteljünk inkább egyet. Kettő lehetőség van. Az egyik, ez a karajás. Ez nagyon sötét, te jó ég. Viszont szép. Wow. Nagyon-nagyon szeretem ezt a színt. Más a két szín. Tehát itt van a két szín, és ez azért nagyon sötét. Meg szerintem nem is abba az irányba indultam el így színek terén. Úgyhogy egyenlőre azt félre rakjuk, és tettem közbe a belső sarokba egyébként még egy kicsit a Jeffrey Starosból, és ebből a pindúr-pandúrosból fogom tovább bakolgatni a Cut Crease-t. De szép ez az átmenet, ez kifejezetten tetszik. Úgyhogy elkezdhetünk kicsit besötétedni, azt hiszem. És akkor lássuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, ami szerintem szóba jöhet. Az első James Charles lesz, a második Sephora, és a harmadik Jeffrey. Ez a James Charles, a középső a Sephora, és ez pedig... Azt sem látom, ahol mutatom. Szóval, hogy ez pedig a Jeffrey is, és őszintén megmondom, hogy nem tudom. Először a Sephora-s világosabb színnel fogok elkezdeni tovább haladni, ami nyilván már sokkal-sokkal sötétebb, mint ez, de a három közül ez a legvilágosabb. És ezt már egy kicsit elkezdem itt behozni. Még a végén lehet, hogy jó lesz egyébként. Valahogy mindig, amikor a sötét színek bekerülnek a képbe, megjavulnak a dolgok. Legalábbis nálam. Ha jól sejtem, akkor már csak egy szín van. Remélem, hogy nem fogja elrontani egyébként az egészet. De most kell jönnie az Illuminati-nak. Csak jó lesz. Nem voltam benne biztos, egyáltalán, kicsit se, de a végén csak jó lesz. Így a végére már csak annyi maradt, hogy az alsó szempillavonalamat is meg kellene csinálni, amiben a belső részre biztosan ezt a nagyon-nagyon szép világos zöldet szeretném. Itt semmi extra nem lesz igazából, csak szépen egymás mellé fel fogom pakolni a színeket. Következő... Szeretnék egy kicsit ebből a pindúr-pandúr zöldből, ez nagyon-nagyon tetszik. Ezután jöhet a Sephora-s. És végül az utolsó szín az Illuminati lesz, és azzal pedig összekötöm a sarokba a felső és az alsó szemhéjamat. A vízvonalamat ki fogom húzni feketével. Jöhet egy kis szempillaspirál.
Rouge-nak a Kylie Cosmetics Kylie szájceruzát és a Commando Velvet rúst fogom használni. Felteszem a rúst, egy kicsit helyrehozom az alapomat, és felrakom a pillát, és utána jövök vissza. És akkor ez lenne az elkészült, csak zöld smink. Tudom, hogy a rúzsom nem zöld, és tudom, hogy nem baj, hogy nem zöld, mert ennél jobban szerintem a jelenlegi szemsmink nem alakulhatott volna. A felénél őszintén el voltam kenődve, és nem hittem, hogy ebből bármi használhatót ki lehet hozni, de egész jó lett, lehetne sokkal-sokkal jobb, ez egyértelmű, de szerintem egy cuki képet lehet benne csinálni, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor léci dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!